Így néz ki most a Bogyisztói holtág. Pár évtizeddel ezelőtt még csordultig volt a meder vízzel, ott, ahol most a riportot készítettük, még horgáztak a lakosok. Mára már alig van valamicska a tóban, ami aggodalommal tölti el a község lakosait. Sajnos ez a évek során ez a vízhiány, meg ez a kiszáradás, minden szárad ki lehet látni a tévében, minden mondják, hogy a globális felmelegedés, de hát nem tudjuk, hogy az okozza ezt, mert 1903-ban úgy tudom, hogy nagyon nagy szárazság volt akkor is. Akkor is voltak ilyen, hogy eltűntek a vizek minden, és utána mégis visszajöttek. Most nem, bízunk benne, hogy lesz változás, mert így másképp ennek a víznek sajnos vége lesz teljesen. A jelenlegi vízmennyiséghez még körülbelül másfél-két méternyi víz lenne szükséges, aminek a pótlása egyelőre megoldhatatlannak tűnik. Ezek megoldás valami betápcsatornát, vagy valami szivattyúrendszert kéne kiépítenünk, hogy tudjuk pótolni a vízünket, mert máshol mi nem kapunk vizet. Mert Nagy-Dunáról kapnánk vizet, van egy kanálisunk, egy csatornánk, ami a Nagy-Dunával van összekötve a holtágunk, de sajnos a Nagy-Dunán is olyan kicsi a vízállás, már évek óta, 4-5 éve nem kaptunk vizet, mert nincs a Nagy-Dunán se víz. Nem nincs akkora vízállás, hogy fel tudjon jönni a víz a holtágunkba. És azért van ez a káosz itt sajnos. Mi polgármesterünk, a Tóth István úr, az vízügyi szakember, csak hát sajnos a pénz, itt a pénzkérdés minden, mert hatalmas milliók, milliárdokról lenne szó szerintem, hogy ha onnan kellene a Nagy Duna felől nekünk egy vízbefolyási lehetőséget biztosítanunk ennek a tónak, mert sajnos nem lehet megoldani másképp. Annyira kiesünk mindentől, hogy ez egy ilyen holtág, és ez tényleg holtág, mert ez sajnos mindentől távol van. Annak ellenére, hogy veszélyesen alacsony a vízszint, a meder alján pedig több méternyi iszap áll, a holtág állatvilága még mindig benépesíti a vizet. A madárvilágunk is van, halak is, hála Isten, vannak benne, és a kis víz ellenére nem döglenek halaink, hála Istennek, nem tudjuk mi oknál fogva, pedig nullás a oxigénszint a víznek, szóval nem tudjuk elképzelni, mi van, de hála Istennek azt mondom, mert ahhoz képest, hogy kicsi a vízünk, elég szép halállományunk van még mindig. Régen, mielőtt megcsinálták ezeket a sétányokat, három helyen volt egy nagyobb forrás itt a partszakaszon, de most azt szerintem azt betemettük, mikor kiszedték a vizet, megcsinálták a sétányt, beletek temetve, az is dominál szerintem valamilyen szinten, hogy a vizet nem tudjuk, nem pótlódik maga után a víz, meg hát a talajszintnek az a baj, hogy a talajvíz lement nagyon. A talajvíz nagyon lement a szintje neki, és szerintem az is dominálja, hogy nem kap, egyáltalán nem tud termelődni utána semmi. Itt napról napra megy a víz, most nem jön vissza, mint régebben, hogy voltak ilyen hűvösebb, akkor kicsit jött vissza, most nem jön vissza, most mindig megy. Az őszi esőzések sem segítenének jelentős mértékben, talán pár centivel emelnék meg a vízszintet. A helyi horgászegyesület működésére is hatással van az alacsony vízállás. Szó szerint csodára kell várnunk, mert itt más szerintem nem lesz. És egyre, most megértem a horgászokat is. Mi rendelkeztünk nagyon nagy létszámú horgász egyesülettel, mert nagyon nagy létszámunk volt, most egyre kisebb. Most nem tudunk már telepíteni, és a halat jó van, víz miatt nem is lenne érdemes beletenni, mit tudom mennyit. De itt még tavaly előtti években még 40 mázsás hal telepítések volt, most csak 13 mázsás hal telepítés volt, mert annyira kicsi lett a létszámunk már, a taglétszám, hogy nem tudunk több halat beletenni a vízbe. De most megmondom őszintén, jobb is, mert most meg akkor lehet, hogy baj lenne a halakkal, beledöglenének. Pedig a tó bővelkedett süllőkben, pontyokban, kárászban és keszegekben, de még csuka és halcsa is sokszor akadt horogra. A helyzet megoldás után kiállt, hiszen a tolnai és a faddombori holtákban is ugyanez a helyzet. Mindhárom meder kiszáradása pedig óriási veszteség lenne.